Sziasztok, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Nem máshova menjünk, mint autót mosni, vagyis rettentő koszos az autó. Te elsőszert, majd megmutatom, hogyha leértünk. El kell menni, meg kell mosni, aztán utána máshova menjünk, mint boltba megyünk. Megint csipkeg, ne csipkeget. Na, húzod a szőrömet, meg csipkeget. Ja, úgyhogy viszem a szemegemet, és indulunk. Mármint a kamerás szemeget, hogy jobban többet lássatok. Menjünk! Benzinkút felé, ugyanis kell tankolni, és a benzinkúton megmosom az autót is, és ahogy mutattam, hogy láttátok-e, vagy nem a kamerán, rettentően koszos. Nem. Mit mondasz? Nem. Ja, itt az egész családot, hátul ott a Davis is. Nem. Ja, utána pedig mit fogunk csinálni? El fogunk menni ide a közeli közértben, a bevásárlóba, ugyanis kell vennem ilyen vitaminos valamit, én is képzelem, fáj a hátam. Azt hiszem, hogy azért fáj a hátam, mert megfázott. Én azt mondom, hogy megfázott, és kicsit így szúr meg minden, és nem tudom, ez azt mondom, hogy segíteni fog. Most nagyon remélem. Szoktam ilyet szedni, hogy ilyenkor tavasszal, néha télen is, és jobb, nem leszek beteg. Legalábbis ha beteg is vagyok, gyorsabban kigyógyulok belőle. Úgyhogy először azt megmostam az autót, és próbálok filmezni ezzel a szemüveggel. Na látod, itt a jövünk. Úgyhogy mindjárt beállok ide, és átváltok a szemüvegre, aztán mosjuk az autót. Jaj te! Na megálltunk, úgyhogy mindjárt kezdjük a családot, hogy mit csinál. Izgál a Steinek, ha? Ja. Ja. Mit ő? Beautiful. Aztán meg itt vannak az autóval, úgyhogy most gyorsan nekiállok. Oh, várj, a kamerát elfelejtettem kikapcsolni, figyeled? Hopp. Mindjárt jövök. Jó. Megmostam szépen az autót, úgyhogy most elmegyünk és tankolunk. Nem kézzel most, meg általában át szoktam törölni száraz ruhába, hogyha van sok időm, meg általában ugye otthon szoktam mosni az autót, csak ilyen gyors mosás, mert most otthon nagyon nem tudom mosni az autót. Ezért mondjuk 6 hónapig ide kell eljönnöm, vagy a másik utómosóra, vagy valamelyikre. Na igen, hogyha most menjünk egy kört, megtankoljuk az autót, és megyünk a boltba, közelik az érbe. Lukasz, tudod, mit kell venni? Mit? Képkeretet, ne felejtsd el. Jó. Ugyanis van képkeretem, a képkeretem, nincs képkeretem, azt kell venni. Poszterem, ilyen régi poszterem, a Bud Spencer-es, Trendsteel-es poszterem van 80-as évekből. Ha azt hiszem a 80-as évekből, ez a nagyon régi, ez a kis picike, majd megmutatom, lehet, hogy amúgy már mutattam, de lehet, hogy nem. Úgyhogy akarok venni 2 olyan képkeretet, és be akarom rakni, és azt is ki akarom rakni a visszajövőbe frame elé. Képkeret elé. Na, megjöttünk. Elővesszük a babakocsit. Na, takarót ide letesszük, és Davis meg beleültetjük. Hoppá! Mi van, nyuszi, kiszállsz? Mi van, nagy nyuszi? Amúgy milyen a hajad? Vagy milyen a hajad? Szép hajad, ugye? Levágtam a haját, meg az enyémet is. Bár az enyémet még lehet, de biztos látták. Másnál, na várjál, jön a nyuszi. Jön a másik nyuszi, a nyuszi 2. Hello, nyuszi, nyuszi. Oda bele. Csücs. Úgy, látod? Ez ilyen szép a gatyája, szép autós formája van neki.
Mi leszel, autóversenyző? Hm? Ja, Davis nagyon szereti az autókat. Ők ezt oda nézze. Ezt a húkos alsogatját, meg azt a szuper Iron Man-es. Ja, nekem volna. Már megyünk hátulra, szállj, nézzük ott a képkeretet, jó? Valahol oda van kirakfotta, itt szemben az fényképesnél. Jobbra azt hiszem. Itt van. Na, ez nem képkeret, te. Ez nem képkeret, én voltam háromot. Itt van, el, nézd. Látod? Ajjaj, ez túl pici nekünk. Az is túl pici nekünk. Az is túl pici. 35x71-es kell. 35x71 van. 35x71 coming up. Te, azt mondom, nem lesz szerencsénk. Na, még ezt nem találtunk képkeretet, ugyanis nincsen véletben. Ugye, Lukasz? Várjál. Ne nézzük az órákat, le vannak árazva. Nem mindegyik, de hátul is 30%-kal. Oda nézzél, látod? Mondjuk ezt melyik tetszik neked? Én nem. A piros, fogadjunk az, az a piros fekete, az nem olyan rossz, csak nagyon fényes. Én akartam mondani. Te akartad mondani? Szóval ez a pulzáróra, látod? Ezek se olyan rosszak, nem olyan csúnyák, van belé szép, az a fekete piros, látod? Ez a hátában, az a... Ja, az, 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 az is szép. Vagy ez a... Mondj ezt ki, mint a Mickey Mouse feje van benne. Ja, ja. Átmenjünk a másik oldalra? Nem, sushit megyünk enni, elfelejtettem. Jól van. Miért kérsz? Halassa. Random. Haladjuk ezt. Ezt a boltot nem lehet kihagyni, ugye? De mindig be kell egyet jönni, körül kell nézni. Sok jó dolog van. Stipe-off. Mi az? Ja. Szellemírtók, itt vannak a baba. Nézd. 48 dollár. Azt nem mutatom, hogy nekem mi tetszik. Várjál, itt van. Van egy visszajövőbe bábó, Márkin, de nincs itt. Nincs. Nincs, a másikban van. Majd megvettél. A másikban még megvan, nem? Oda nézd attól. 648, látod? És azt a PC-et. Ja, a Joker, ott az Iron Man. Az miért van bent? Egy hol... Én gondolom, hogy az hát. Nem nekünk. Szellemírtók, van sok ilyen figyelő. Hé, nézd, egy Wonderful! Hát az meg hogyan van? Én nem tudom, Wars. Star Wars. Ezek jók, csak az a baj velük, hogy drágák. Ez újra nyomott, nem az eredeti, nem? Ez újra nyomott. Ja, de úgy néz ki, mint a régi rendben. Ez egy Kenner figura. Nézd! Ja, az összes Batman benne van. Ez mind? Ja, Superman. Ja. Hát ez meg micsoda? Bucky. Micsoda? Winter Soldier. A kapitánban. Ja. A Bucky. Na, odalézz, látod ezt a sok figurát? Ezt már nem gyűjted, mi? Szerencsére. Én mindig gyűjtöm. Ezt már nem gyűjted. Mindig. Még mindig gyűjted? Gyönyörű. Csak nem vettem. What I'm about to do is show your love. Olyan gyors, na melyik jobb? Ez jobb, vagy a kisebb jobb? Na azt mondom, legközelebb ezt a méretet fogjuk megvenni. Csak nincs rajta, bedugva az aljába, látod, szorogatok. Ja, várja, kilépjük belőle. Milyen színűben, feketében vagy fehérben? Szerinted ez jobb, vagy a nagyobb jobb? Ezen jobb a kamera, látod? Azért tetszik ez nekem jobban. Csak nem ebben a színben, hanem a fehérben, meg az ezüstben sem. Nézd meg kicsi. Ja. Na milyen? Ugyanilyen, mint a szennyem, csak másra. Úgy, törd össze, aztán mehetünk is. Na, gyere, jössz?
Na nézd, itt a nem piac, mi ez? A fűsok, ugye? Minek hívják? Zöldséges. Na, eszembe jutott a nem. Ilyen szép nagy, látod, hogy van minden. Na várjál, ne be kell venni. Na, itt vagyunk a könyvesboltban. Hát ez meg mi a fene? Oda nézi. Harley Quinn. De mit csinálsz, könyv? Oh. Ah, a maszk, ja. És könyv. Nagyon jó. Ja, te ez jó vastag könyv. Oda néz, ez is ilyen vastag könyv. Ez ugyanaz. Mind, ez mind Dragon Ball. Jó, és ez... Te... ez micsoda? A Walking Dead könyv. Te, hát ez... Ez a anime. Milyen ebbenek? Ez a manga. Ez a manga. Na, mi a helyzet? Ja, leültünk egyet. És majd mindjárt jön a mami. Na, mit ütöd az asztalt? Nem eszünk, nem enni ültünk, csak pihenni ültünk rá, jó? A feleségem elment nézni valamit, addig ilyen híre leültünk egyet. Ütjük az asztalt, ja. Utána be megyünk haza, aztán mit csinál? Megnézzük azt a DVD-t, amit vettél a tegnap? Tegnap vetted? Azt a... Nem! Te? Tegnap vetted. Mi volt az? 28-a! 20... Mi volt 20? Ja, akkor jött ki. Azt aztán a feled. Wow, te! A 29-en kijött, de én találtam 28-en. Ja, a Winter Soldier volt. Nem, az X-Men volt. Ott volt! Hol van? A Guardian Solity-ben, ott ja, ott a DVD. Most fönt van rendben. Gyönyörű. De nem azt néztük a moziba is? Ja, azt néztük a moziba. Ja, az X-Men volt, ugye? Ja. Ja, emlékszek ám azért, csak mindig keverem. Mit? Ja, a filmdobozos. A gyere nyuszi. Hoppá! Megkerestük a mamit, rendben van? Te! Ott van, akkor... Hol van? Nem látom. Ki? Ja, te az a... Na, menjünk, nézzük meg a DVD-t. Oda, menjünk megnézni. Aztán megyünk hazafelé, jó? Hol van? Ja, ott van. Ja, látom. Ja. Beszéltem nektek jó sok mindenről, és lehet, hogy nem ment fel semmit a szemek. Mivel most valami biztos, hogy vett a szemek, de képzeld el, lemerült. Most nézem, hogy itt beszélek. Na azért megnézem, hogy vesz-e. Megnézem, és nem vesz, mert ki van kapcsolva. Lemerült az akkumulátor. Én remélem, hogy azért sok mindent felvett még. Legalább azokat a részeket még bent voltunk. Már időnként közlekedve meg szoktam nézni a kamerát, hogy vesz-e vagy nem vesz-e. Úgyhogy nem mondom el még egyszer, mit mondtam, mert lehet, hogy felvettem. Akkor most megismétlem magamat, akkor meg ezt kell kivágni. Ha meg nem vettem fel, akkor meg... Na mire? Úgyhogy most megyünk hazafelé, és nem más fogunk csinálni, mint meg fogjuk nézni... Az X-Mennek az új részét, amit már láttunk a moziba, de mivel olyan jó volt, meg fogjuk otthon még egyszer nézni. Ugye? Ja. Rendben van, aztán nem is tudom, hogy mit fogunk még csinálni. Valami érdekeset biztos. A Sliders-t amúgy még mindig nézzük. Ja. Ja, megnéztünk most már egy 4-5 részt belőle. Ja. Na várja, bukkanok, mutatom. Hogy ez az a régi bevásárló, látod, ahova szoktunk nagyon régen. Na, nagyon régen. Régebben jönni, mikor még itt laktunk. Ide a postára, látod? Oda szoktam mindig bemenni. Na várja. Elengedjük az embereket. Ugyanis nálunk az a szabály, hogy a gyalogosnak mindig elsőbsége van, hogyha itt megy a gyalog átkelő. Bukkanó. Bukk! Aztán menjünk tovább, itt szemben lesz ez a... Ide be tudsz menni, és itt lehet enni, meg inni, meg néha van ilyen műsor is, ezon csak pénteken, meg szombaton van. És... ja, ma is van. Olyasmi, mint a piac, de mégse. A belépő meg nem is tudom, mennyibe kerül. Olyan... $4 What a kids area! Ja, a gyerekeknek ilyen... lehet mindenféle dolgot csinálni. Na, valamit mi átfordulunk balra. És megyünk... hazafelé. Látod, mennyi autó megállt itt oldal? De... már át kéne sorolni, csak nehéz kamerázni, meg vezetni is. Na, még egyet. Na, melyik bárjuk? Ebbe vagy abba? Melyik lesz a gyorsabb autó? Én nem tudom. Talán ebbe a sárba. Hozzáérkeztünk!
érkeztünk, legalábbis majdnem azért érkeztünk. Ez a limuzin oda néz. Még mindig itt áll, ez nem még mindig itt áll. Mikább mindig itt áll. Ha mindig ott áll, vagy itt áll. Itt áll, vagy ott áll. Nem mindegy, hogy itt áll, vagy ott áll. Voltam még, mint én mentem iskolába. Ja, de ha nem ott, akkor itt. Úgyhogy valahol itt mindig itt áll. Valószínűleg, hogy itt lakik az ember, de nem nagyon dolgozik az a limuzin. Mikor mentem iskolába, itt lakom. Ja, tudom, mindig itt van. Szerintem itt lakik, itt lakik. És, de nem tudom, hogy miért. Általában ugye vannak ezek a limuzinok, mindenki általában ezeket a Hummereket akarja bérelni, ezeket a nagy limuzinokat, a Hummer limuzinokat. És ez ilyen régebbi limuzin, lehet, hogy azért nincs annyi munkája, vagy én nem tudom. Bár a hétvégén működött, mert ment esküvőre, képzeld, de láttam, hogy fel volt díszítve. Általában a hétvégén kibérlik, de nem olyan sűrű szerintem, mint a másik limuzinokat. Várj, vissza kéne tolnom. Moziba. Úgy volt, hogy elmegyünk majd moziba, nézzünk valami filmet itt a tavaszi szünetbe, és nem mentünk el, és ja, nincsen semmi. Pedig én ugye, mert már olyan régen voltam moziba, nem is tudom, mit néztünk utoljára a moziba te. Valami filmet talán. A Suicide Squad. Ja, tényleg, ja, emlékszek. Na, te hozzad a kólát, én hozom a többi cuccot, de majd megyünk, mikor megyünk? Pár hét múlva, mert jön a melyik film jön? A Batman film. A Batman? Milyen Batman film? Nem Batman. Ne, a Batman már volt, nem? Menjünk. Belugtam a szemeget, közben azért kezdtünk. Belugtam a szemeget, megnéztem, hogy mit vett fel. Az utolsó 5 percet, maximum 10, 5-10 percet nem vette fel, miután kísérletáltunk az autóba, és ott az autó... Hol a Davis? Ja, nézi a tévét. Azt hittem, húzogatja a kábelt, és be van dugva, és nem tudom, mi a baj, lehet, hogy a kábellel van valami, de kibe kapcsol, vagy lehet, hogy a szemeg... Én nem tudom, te! Egész eddig nem volt neki semmi baja. Bár én azt hiszem, hogy a kábel valami, amikor hozzá... Nényleg, ami le volt merülve, azért nem vett fel semmit, ott még beszéltem nektek a nem a gyógyszeremről, mutatom mit vettem, ezt a Fusion Astra 8-1, látod? És ez ilyen immunjavító, lesz jó, már úgy mutattam, és ezt szoktam néha szedni, tavasszal, ősszel, ja, tél, csak hagyok ilyen kihagyásokat, és most mivel fáj a hátam egy kicsit, jaj, kell menni a kamerahoz, hogy meghúzogassa, fáj egy kicsit a hátam, ja, gondoltam, hogy megint elkezdem szedni, hova mész? Nem tapjuk a kamerát, nem tapjuk a kamerát. Jaj, te! Na gyere, veszek be egyet belőle aztán. Holnapra jobban leszek, legalábbis nagyon remélem. Na látod, ilyen nagy barna gyógyszer, nem tudom. Úgyhogy ezt most ketté tudom, mert egyben nem tudom lenyelni. Aztán megeszem, lenyelem. Várjál, Davis megint valamit pakol. Davis, hol vagy? Na, mit csinálsz? Rájutál a vízre? És mivel játszol, amikor hullámúva? Az nagyon jó. Na gyere, megnézzük a Lukeszt? Megnézzük, mit csinál a Lukesz. Na jó, hallottál? Na, gyere gyorsan, te is! No, megjött a Davis is. Most pedig nem másra játszom, nem a Minecraftot nézi, hanem a Roadblock, ugye? Ja. És ez olyan játék, hogy fogalma nincs, hogy milyen játék, de Lukesz ez nagyon szereti. A játékban van több játék, ugye? Ja. Szerintem biztos, hogy ismeritek. Úgyhogy azt mondta Lukesz, hogy lehet csatlakozni hozzá. Online-ban is tudtok együtt játszani? Ja. Úgyhogy ha akartok csatlakozni a Lukeszhez, akkor mit kell csinálni? Te tudsz játszani. Ja, de mit kell nekik csinálni, ha akarnak hozzá csatlakozni? Hát nem kell csatlakozni, csak te játszol, és nagyon jó. Ja, de hogy tudnak veled játszani? Hát azt kérdem. Csak online, te bekapcsolod. Jaj, te, de mi a neved? Hát kell a neved hozzá. LM, TM, vagy mi a? LM, TM. DM. DM. VM. VM. Az sok M. Ez a neved, ugye? Nem a passwordod. Ez nem a jászód. Akar tudni miért? Te, hogy akarod tudni a jászód. Az a neve, B. Jó, akkor az nem a neved. Ja, ne, nyúszi, mit csinálsz? Mi mondtál? Te, hogyha megmosztod a passwordet, akkor nem, akkor mégis leszek rád. Amúgy, még mindig nem raktuk fel a posztereket a falra. Látod, valami mindig valami más csinálunk, de annak is neki fogunk állni, lehet, hogy holnap, nem ásszál, lehet, hogy holnap neki állok meg a visszajövőnek is, és szépen megcsinálunk mindent. Amúgy képkeretet nem kaptam, nem tudom, hogy hol kéne megnézni. Ja! Aztán néztem ezt az új iPhone 7-est, ugye ki jött, nem tudom mikor jött ki, ugye egy hete, két hete jött ki, és nekem ez a 6-osom van, ugye ez nem az a 6S sem, hanem a 6-osom van, és ez ilyen a fekete, ilyen ezüst a hát, ugye én nekem régóta van iPhone-om, tehát mikor kijött a legelső iPhone, azóta nekem iPhone-om van, és én szeretem, tudom, hogy sokan szeretik a Samsungot, tudom, hogy sokan az iPhone-t, és na mindjárt, én ezt fogom használni,
hogy kijött az új gondolkodtam arra, hogy le kéne cserélni, vagy nem kéne lecserélni, és nem tudom, még mindig nem tudom átölteni, hogy le kéne cserélnem, vagy nem kéne lecserélnem az újra, vagy nem. Ami tetszik benne, most nem ez a méretű, hanem képzeld el, most a pluszos tetszik. Még mindig azt mondtam, nem tudom, hogy emlékeztek rá régebben, vagy nem, volt a 4S-em, lecseréltem a 6-osra, és mondtam, hogy nagyon nagy, nem szeretem, és most, hogy megnéztem, mivel többet netezek a telefonomon, mint mondjuk, mint beszélek, vagy SMS-ezek, mert mindig csak ugye netezek rajta, vagy YouTube-ot netezek rajta, vagy kommentre válaszolok, és a nagyobbal, a pluszossal könnyebb lenne írni mindezen a pici. Úgyhogy azért gondolkodtam, hogy lehet, hogyha lecserélem, a pluszosra kellene lecserélnem, jobb benne a kamera, arra is gondoltam, hogy elmegyek dolgozni például a munka közben, csak pup, előveszem, és mivel jó kamera van benne, filmezek itt-ott 2 másodpercet, és így gyorsan zenére összeszerkeztem, ugye összevágom, és úgy a videó elejére beteszem, hogy olyan helyen dolgozunk, akkor mondok egy pár érdekes dolgot róla, ugye nincs rá mindig ez a kamera, tehát a telefon nálam van, tehát olyan a kamerája, hogy nem olyan túl rossz, ugye már 6S-esnek sem volt, ugye rossz, rossz, tehát ezért gondoltam, hogy lehet, hogy le kéne rá cserélnem a pluszosra, és nem tudom, de van bent pár dolog, ami nem tetszik, például nincs az, hogy benne fülhallgató, hanem ez a zsinórmentes, meg nem tudom, na mire? Azért nézegettem most már egy ideje, amúgy fehérben néztem, képzeld el, fehér, szürkébe. Úgyhogy majd elgondolkozunk rajta, aztán majd lehet, hogy nem tudom. Amúgy még mindig adnak pénzt a telefonért, úgyis ha bemész az Apple boltba és beviszel ezt a telefont, vagy akármilyen iPhone-odat, beveszik. Tehát még mindig adnak érte, nem is tudom, valami $350 ezért, ha jól emlékszek, annyit adnak érte. Ja, úgyhogy azért nézegettem, bár a pluszosat most nem lehet kapni, mert mindenki megvásárolta, tehát elő kell rendelni egy ilyen 2 hét minden ideért, de majd amúgy elmegyünk az Apple boltba, és megmutatom nektek rendesen, hogy van a fehérbe, az aranyba, az ezüstbe, a feketébe, mármint a hátuljába, meg ugye a fehér elébe, és ki van rakva az összes. Tehát is nézegettem az öcsém, mert ott voltunk, de nem vittem el magammal a kamerát, nem tudtam megmutatni. Azért gondoltam, hogy gyorsan befutok ide a telefonos boltba, és ott megmutatom csak nektek gyorsan. Na minden? Vagy lehet, hogy holnap, vagy nem holnap, jövő héten, majd amikor elmegyünk és megmutatom nektek, hogyha érdekel valakit. Hogyha nem, akkor meg, na minden? Nyuszi, gyere! Mozi lesz! Gyere, leülünk, aztán tévét nézünk. Há? Megnézzük, hogy mit nézünk, mert gyorsan csücsüljél! Hozza! És te miért hozzad a laptopodat, te? Te Lukasz, és ebben ez miért jobb, mint a másik? Mi a különbség? Mi jött ezzel, ami a másikkal nem jött? Csak még bónusz. Bónusz? Mi van, mert bónusz dolog van a... Nagyon szép a fémdoboz. Ja, szép a fémdoboz. Ez DVD vagy Blu-ray? Ez Blu-ray. Na, úgyhogy most elindítjuk. És nem dübörgünk, ugyanis képzeld el, ugye van ez a 2 hangszóró, volt a hátsó is, ami most már nincsen meg, ugye a David lejátszóhoz. Ja, a mély nyomót azt meg nem kötöttem be, ugyanis nem akarom idegesíteni a szomszédokat. Mikor ide költöztünk, nem kötöttem be, mert tudtam, hogy így fog szólni, és a szomszédok nem örülnének neki. Úgyhogy majd házba költözünk, majd újra vissza bekötöm, és ott lehet bumbultatni, meg dübörgölkátni, vagy hogy mondják. Úgyhogy most ilyen bum-bum nélkül hallgatjuk csak simán 2 hangszóró. De nem tudom, néha amúgy kedvem van vissza bekötni, gondoltam, hogy vissza bekötöm a mély nyomót, aztán amikor a szomszédok olyan nem normálisak, én is bekapcsolom nekik. Ja. Bármi nem ugyanakkor, hanem reggel, még mielőtt elmegyek dolgozni 5 órakor. Aztán... És én fölkálok! Ja, csak azzal van, hogy megalszik. Ja. Ezért nem tudom... Azért nem tudom bekötni. Bár gondoltam, hogy néha besengedek hozzájuk reggel 5:30-kor vagy 6 körül mielőtt megyek dolgozni, és na minden, felébresztük őket. Úgyhogy most leülünk, hozzuk a patogatott kukoricát, hozzuk a kólát, meg a nem tudom mit, a vizet a Davisnek, és megnézzük ezt a filmet. Ugye ezt a mai videót itt most így befejezzük, ugyanis a film után nem tudom mit csinálunk a film után? Nem tudom. Nem tudod, valószínűleg vacsorázunk. Ja, meg vacsorázunk, aztán elmegyünk aludni. Na minden, úgyhogy mára ennyit, minden léptem rá, mindig valamire ráérlek. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek ezt a videót, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia, mi van, te vagy a nagy nyuszi, most te ugrottam. Fölugrott. Sziasztok! Gyönyörű! Na, üljünk le aztán, mozizunk. Sziasztok!